Ezek a felvételek még 2019 májusában készültek a Miklós telepi szőlészeti és borászati kutatóintézetről. Az épületek a rombolás és a pusztítás áldozatává váltak. Az állomással elsőként a Kecskeméti Televízió foglalkozott. Én 2019-ben éppen a KTV egyik riportjából szereztem tudomást a szőlészeti és borászati intézet Miklós telepi telephelyéről. Láttam már akkor is, hogy nagyon Méltatlan állapotba került ez a hajdant mutatós épület. Egy éve én is eljöttem személyesen, és végigjártuk szinte az összes épületet, a pincétől a padlásig. Hát nagyon rossz állapotokat tapasztaltunk, az ablakok kitörve, a falak beomolva, a vezetékek kiszaggatva. Az országgyűlési képviselő azt mondta, aggodalomra ad okot, hogy nem sokára menthetetlenné válik az egykor gyönyörű színben pompázó, értéket megőrző és teremtő kutatóállomás. A pusztulástól a Naiman János Egyetem mentené meg a kutatóintézetet. Az intézmény vezetősége tárgyalásokat folytat a tulajdonossal az Agrárminisztériummal, hogy az épület együttest be tudják vonni kecskemét oktatási vérkeringésébe. Én megnyugvással venném tudomásul, ha az egyetem valamilyen, valamiféle birtokába kerülne, hiszen végre gazdája lenne az épületnek, mert évek óta elmondható, hogy tulajdonosa van az épületnek, gazdája viszont nincs. A Kecskeméten számos jó példa mutatkozott arra az elmúlt évtizedben, hogy egy hosszú ideje lakatlan, funkciótlan épület megkapta a megfelelő funkcióját, és onnantól kezdve viszont megújult. Példa erre a régi úszoda, amely most Mercedes kosárlabda akadémiaként üzemel, vagy például a régi mozi épülete, amely most színházként működik. A folyamat előrehaladtát bizonyítja az is, hogy pénteken, május 7-én egy udvartakarításra is sor kerül. A reggeli órákban önkéntesek és az egyetem dolgozói állnak neki a munkának. A témával bővebben kiemelő című magazinunkban foglalkozunk.